Kobalt. Ezüst szürke, csillogó, kemény átmeneti fém. Neve a német hegyi manó kobolt szóból származik. Régen ugyanis kobaltásványokból próbáltak rezet, nikkelt, illetve ezüstöt kinyerni, és sikertelenségüket, valamint a felszabaduló mérgező gázok hatásait a gonosz manóknak tulajdonították. A kobaltot tartalmazó jellegzetes kék festékanyagot már évszázadok óta alkalmazzák üvegek és kerámiák színezésére. Találkozhatunk vele ókori egyiptomi szobrokon, illetve perzsa ékszereken is. Jó hőstabilitásuknak és korrózióállóságuknak köszönhetően ötvözetei megtalálható gázturbinák lapátjaiban, repülőgépek hajtóműveiben, de kopásállóságuk ortopédiai implantátumok készítésére is alkalmassá teszi őket. Lítiummal alkotott vegyületét újra tölthető elemekben használják. Bányászata azonban súlyos etikai aggályokat vetett fel, gyermekmunka, kizsákmányolás. A kisipari nagyvállalati termelésben egyaránt. A természetben egyetlen kobaltizotóp fordul elő, az 59-es. Mesterségesen eddig további 28 izotópját állították elő. Közülük a kobalt 60 jelentősége a legnagyobb. Használják radioaktív nyomjelzésben, sugárterápiában, valamint nagy energiájú gamma-sugárzás előállítására. Kobaltot tartalmaz központi atomként az emberi és állati szervezet számára egyaránt nélkülözhetetlen, számos funkciót betöltő B12 vitamin is.